Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Győrben, megköszönöm Katinak, hogy itt lehetünk. Mindenki haladó. Ez nagyon jó. Amellett, hogy a zen szellem kezdő szellem, itt már annyi ismerős arc van, hogy az én bevezetőmre nincs is szükség. Egy valamire viszont igen. Mondjon valaki gyorsan egy számot 1 és 208 között. A 24-es számot hallottam. Szél és zászló. A hatodik pátriárka belebotlott két szerzetesbe, akik a szél és a zászló kapcsolatán vitatkoztak. Az egyik úgy tartotta, hogy a szél mozgatja a zászlót. A másik erősködött, hogy a zászló mozog a szélben. A hatodik pátriárka rájuk szólt: Nem a szél mozog, nem a zászló mozog, a tudatotok mozog. A két szerzetes elnémult, és nem tudtak mit mondani. Kérdések: Mi mozog, a szél, vagy a zászló? Az egyik szerzetes a szélhez ragaszkodott, a másik a zászlóhoz, a hatodik pátriárka a tudathoz. Hogyan kerülöd el ezeket a ragaszkodásokat? Ha te lennél a hatodik pátriárka, és valaki azt mondja neked, hogy a te tudatod is mozog, akkor hogyan felelnél? Kommentár. A két szerzetessel nincs semmi probléma. A hatodik pátriárka azonban hatalmas hibát követ el, mert egyszer korábban azt mondta, hogy eredetileg semmi sincs. Akkor hol van a tudat? A szél és a zászló megköti a két szerzetest, de a hatodik pátriárkán a tudat uralkodik. És itt az elmét kell a tudat alatt érteni, mert ugye keleten van a tudat kistével, az az elméd, az órarugó gerincő felpattanód az emlékező tehetséged, a feldolgozó képességed, a megkülönböztető képességed, minden, amit a zen iránytűben a 6-os, 7-es, 8-as tudatszinttel jellemzünk. Nagy tével a tudat, az pedig a nem mozduló, a nem keletkező és nem megszűnő, az önvaló. Eredetileg nincs neve és nincs formája. Úgyhogy a kicsién és a nagyén az így függ össze, illetve a kicsi énre mondják, hogy a személyes én, rossz esetben egoitás lesz belőle, nem kell, hogy az legyen, az rajtad múlik. És a nagy én az már annyira nagy, hogy éntelen. Tehát az önvaló tapasztalatához a kicsi énhez való ragaszkodás, vagy az azzal való azonosulás feloldása szükséges. Az az érdekes, hogy valahol az emberek, azaz mi, Keresünk valamit, amely a nagyobb boldogságunk forrása, a nagyobb biztonságunk forrása, amely az akadályok elhárítása, a félelem megszüntetése, és érdekes módon ezt a személyes én hatókörében nem találjuk meg. Az a legérdekesebb, hogy ha te boldog szeretnél lenni, akkor azt csak magadon belül nem találod meg. Legalább kell egy kutya hozzá, vagy egy macska, vagy jobb esetben, ha kockázatviselő típus vagy, egy másik ember. Tehát el kell vállalni azt a kockázatot, hogy egy másik emberrel mondjuk te mély kapcsolatot létesítesz, nem pusztán ilyen érdekvezéreltet, hanem ilyen kézenfogósat, meg ilyen együtt evőset, meg ilyen egyéb intimitásokkal is bíró kapcsolatot, mert ekkor elvállalod azt, hogy szeretsz valakit. És hogyha ez a lény viszont szeret, akkor a boldogság alapjai úgy tűnik, hogy ott vannak. De az az érdekes, hogyha ezt csak a két személy a saját személyiségéből akarja megoldani, legtöbbször, igen hamar, mostanában nagyon hamar, az egész akadályokba ütközik. És nem tudjuk, hogy mi egymással a baj, hogy a szél mozog, vagy a zászló mozog, hogy ő mondott rosszat, vagy én értettem rosszul, de valami kis hajszám van a levesben. És ekkor keresünk egy háromszögellési pontot, az elsőt úgy hívják, hogy a barátok. Utána jön a terapeuta utána a pap, és rossz esetben a pszichiáter. Tehát amikor nem tudod kiháromszögelni a saját problémáidat, az azt jelenti, hogy nincs rálátás. Nincs látás, és ezt hívják vidjának, ugye, szanszkitul, amikor ténylegesen, tisztán rálátsz valamire, valakire. És itt a kuan is azt sugalja, hogy ha ragaszkodsz a szélhez, Hiba, ragaszkodsz a zászlóhoz, hiba, és egyik kéne válnia a kettővel ahhoz, hogy elkerüld az elme mozgásának a hibáját. Ha ahhoz ragaszkodsz, hogy neked van igazad, hiba, engeded a másikat ahhoz ragaszkodni, hogy neki van igaza, hiba. Ha állandóan vitatkoztok, az teljesen terméketlen. Hogy lehet a nézőpontokat meghaladni? Mert a meghaladásra van először szükség, hogy egy ilyen műholdszerű képzettel lásd azt, hogy a Földön mi van. Ehhez kell az a látásmód vagy nézőpont, amely nem pusztán személyes, de a személyt, személyeket nagyon jól látja. És ezért gyakorlunk, hogy ezt a tiszta, tükörszerű tudatot tapasztaljuk, amely mindannyiunkban ugyanaz. Sőt, ez az, ami bennünk tényleg közös, az a buddha természet, vagy emberi természet, amely által jól láthatjuk magunkat és egymást, illetve ezt a világot. Minden más különböző. Más a testünk, más a lelkünk, azon belül a gondolataink, az érzelmeink, a megkülönböztetéseink, a múltról, jelenről, jövőről alkotott képzeteink, ezek mind mások. És ez rendben is van. Nincs két ugyanolyan arc, nincs két ugyanolyan lélek. De ebben a látóban vagyunk igazán közösek, ha ezt merjük lepucolni. Ezért van óriási ereje a közösen végzett meditációnak, de már az, hogy közösen figyelünk egy valamire vagy egy valakire. Mikor voltál utoljára előadáson, koncerten, moziban és a többi? Tehát világos, hogy a moziban azért elég szórtak figyelem, ugye? Egy koncerten mondjuk csak a fülbevalók csengenek, mostanában egyre kevesebb, vagy mondjuk a siréna szól, és a mobiltelefonok egy kicsikét megcsörrennek, de ha kialakul a közös figyelem, akkor abban van valami elképesztő erő. Amikor a buddha az ötféle ragaszkodásról beszél, vagy az ötféle méregről, hogyha egy kicsikét klasszikusabban fogalmazunk, akkor az egyik a hírnév, vagy a figyelem. Tehát a hírnév az nem pusztán az, hogy a neved megjelenik különböző bannereken, meg újságokban, meg netes felületeken, hanem az, hogy hányan figyelnek rád egy színpadon, egy jogateremben, egy családi asztalnál, egy baráti körben. És a figyelemhez való kötődés, ez a hírnévhez való kötődés alapszinten. Tehát azt akarom, hogy figyelmet kapjak másoktól. Ennek rengeteg folyamánya van, de hogyha visszamész a saját gyerekkorodba, mikor rosszalkodtál a leginkább, mikor lázadtál a leghevesebben, amikor nem kaptál elég figyelmet. Ez itt indul. De az egymásra fordított energia, az az egymásra való figyelemből kezdődik. Itt indulunk. Tehát, hogyha nem figyelünk egymásra, csak az ilyen kreálmányokra, akkor egymás mellett élhetjük az életünket, de nem kapcsolódunk egymáshoz, és akkor lázadunk. Gyerekkorban nagyon világosan, felnőtt korban már kicsit furmányosabban, meg rejtettebben, akkor megbetegítjük magunkat, hogy akkor már tényleg figyeljél rám. Meg euh, kárt okozunk, meg rosszul döntünk, és akkor azért kell a segítség per a figyelem. És ennek van megoldása. Tehát a tudatban lévő akadályokat, azokat el lehet hárítani. A téves nézeteket fel lehet oldani. Az ennek nyomán, a téves nézetek nyomán keletkezett kapzsiságot és haragot el lehet kerülni. És ehhez kell az a meghaladó nézőpont, a transzcendens tapasztalás, amelynek a lehetősége mindegyikünkben bennünk van, és épp ezért nem személyhez kötött. Nem lehet azt mondani, hogy valaki alkalmasabb rá, mások pedig kevésbé. Tehát itt tényleg arról szól a mahajána, hogy mindenkinek ugyanaz a buddha természete, és ugyanolyan esélyed van a felébredés elérésére. Egy milliméterrel sincs több vagy kevesebb neked, mint másnak, mint bóthidarmának, vagy sákjamulinak. De mi a valódi különbség köztünk és a nagy tanítók között az az, hogy ők üveghangra kihúzatták, mi meg mondjuk 5-10% erejék, hogyha nagyon meghúztad, akkor mondjuk 30-40. És hogyha a végpontot úgy teszed, hogy az átlag és a legnagyobbak, akkor nyugodtan, egy belső tisztánlátással és lelkismeretes odafigyeléssel meglátod, hogy hol vagy. Mennyi szenvedést teremtesz, és mennyit kapsz. Ez a kettő, ez nagyon összefügg. Ott figyeled meg a haladásodat, amikor ezt a kettőt egybe mered nyitni. Nagyjából azt szoktuk mondani, hogy én sokkal többet szenvedek, mint amennyit szenvedtetek. Én sokkal jobb vagyok, mint amennyire a világ ezt látja, és megért engem, meg jó hozzám. Nem. Valamit nem vettél észre, ha így gondolkodsz. A szenvedés és szenvedtetés pontosan ugyanazt a hullámságot foglalja az egyiket hárítjuk, a szenvedetést, hogy mit rovunk a világra, a másiknál pedig ekkora túlérzékenységgel látjuk, hogy de hát nekem ez jár, és most én voltam az áldozat, én ezt most nem kaptam meg. Nekem igazam volt, de azt nem hallották meg, és nem ismerték el, stb. 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 De hogy mi ugyanezt elkövetjük a környezetünkkel, és ezért vagyunk ebben a közegben, azt nem veszük észre. Hát igen, van, aki kalandvágyból itthon marad, de ezután pontosan az otthonhoz válik hasonlóvá, ahol ő kalandvágyból tartózkodik. Tehát nehogy azt itt, hogy nagyon más vagy, mint a többi ember odakint, csak más az arcod, a ruhád, a testalkatod, stb. stb. Ahhoz, hogy lényeges változás következzék be, ahhoz egy belső paradigmaváltás kell. Hogyan tudod ezt megcsinálni? Csak úgy, hogy az összes mintázatodat meghaladod, és elérkezel egy olyan pontba, amit itt hallhattál a konban, hogy a nem mozduló. Amíg az elméd mozog, addig nem tudsz kapcsolódni a szélhez és a zászlóhoz. Nem tudsz velük egyé válni. Nem tudod gondolatokon túl megválaszolni ezt a kont, és itt is kimutatható az elmének a tevékenysége, hogy a valóságot darabokra törjük. Tehát felosztjuk fogalmakra, szél vagy zászló, Szél és zászló, és hogyha valaki már járt interjún, szerencsére a többség már volt interjún az elvonuláson, akkor tudod, hogy az alapképzés az ott indul, hogy egyévállás tükrözés egyel följebb azonos vagy különböző. Ez már a harmadik szint, így mondjuk a 10-12-ből, amikor az egyévállást egy magasabb szinten kell bemutatni, és gondolkodás nélkül megválaszolni, mert hogyha gondolkodsz, akkor darabokra töröd a valóságot. Ezek után, ha látod, hogy az elme mindig részleges igazságot mutat ki, és sosem teljeset, akkor tudod a gondolkodásodat helyesen használni. Mert az elmére szükség van, de nem úgy, hogy ő az abszolút. Hogy a te gondolataid aztán a non plus ultra, és neked mindig, mindig igazad van, csak azért, mert ki tudtad mondani a szavakat magadból. Az a jó, hogyha az elme valami nagyobbat szolgál. De ha így ezt végigviszed, akkor az biztos, hogy a gondolkodás csak a nem gondolkodót szolgálhatja. A személy így az önvaló elérését szolgálja, és ezen tapasztalat felhasználását mások segítésére. Tehát a mahajána nem pusztán altruista vagy együttérző. Nem azért mondjuk, hogy te segíts másoknak, hogy egy speciális átképző programon, egy ilyen OK és mahajának képzésen te részt vegyél. Nem. Azért, mert a személyes karmának a megtisztítása nem képzelhető el mások segítése nélkül. Ez az egyenlet. Ez a családban nagyon gyorsan kiderül, amikor ugye gyermek születik, és a szülőnek az összes karmáját a cseperedő gyermek így napról napra így mutatja. Hát amikor a gyerek ilyen szivagyszerűen viselkedik, és így mindent látszólag beszippant, az 50%, és a következő 50% hogy a legváratlanabb pillanatban egyszer csak megszólal, vagy kérdez, vagy tesz valamit, és látod magad benne, és azt mondja, hogy Úristen. Nem kérdezhetem meg, hogy honnan tanulta, mert tudom, hogy honnan tanulta, tőlem tanulta. És úgyhogy teljesen nem ezt szerettem volna, de a gyerek visszamondja. Visszatükrözi, visszamozogja, visszagondolja és érezteti. Úgyhogy ez a tükrözés, ez a családban a külső kicsi budhának a működése. Tehát, ha másból nem, akkor ebből tanulunk. Ha gyakorolsz, akkor van egy belső kicsi budha is, akit úgy nevelgetsz, akit úgy csutakolgats minden reggel. Ez a reggeli gyakorlat. Aki ugye világi gyakorlóként a külső buthát és a belső buthát egyszerre csutakolja, na, az egy nagyon komoly tapasztalás. Úgyhogy minden tiszteletem azok, akik mindkettőt vállalják, mert ott aztán tényleg néha úgy érzed magad, mintha két malomkő között lennél. A belső buthád is ordít, meg a külső buthád is ordít, és valahol rendet kell csinálni. De ha jól csinálod, akkor viszont kétfelől simogatnak. És akkor két felől érzed jól magad, hogy igen, ma tiszta tudattal és egy rendes házban élek, ahol a családom úgy legalább holnapig rendben van, és a gyakorlatomat is elvégeztem. Legyen az bármilyen transzcendens ösvény, ha nem csinálsz belőle tételes vallást, akkor az mindig a meghaladó bölcsesség felé visz. Ha elkezdünk az iratokhoz, a formákhoz, a rituálékhoz úgy dagaszkodni, hogy az az út vége, és aki megcsinálja, az már beérkezett, az egy óriási hiba. Akkor olyanok vagyunk, akiket Hanvas úgy mondott, hogy akik az úton megrekedtek. Nagyon sokat írő erről. A beérkezettek és a megrekedtek, és azok, akik el se indultak, és a negyedik a haladók. Nézd meg a saját életedet, a saját minőségeidet. Elindultál? Haladsz? Vagy megrekedtél? Vagy azt hiszed, hogy beérkeztél? Ez a negyedik a legveszélyesebb. Ugyanis, ha jól hallottad azt, amit eddig elmondtam, akkor tudod azt, hogy amíg minden lény meg nem világosodott, addig a te műved nincs befejezve. És ezt összentsége a dalai láma is így gondolja. Nagyon sokszor mondja ezt, hogy az ő fogadalmai akkor teljesednek be, amikor minden lény eléri a teljes megszabadulást. Úgyhogy ha látjuk, hanem úton járunk. Csak nem mindegy, hogy a mulandóság, tökéletlenség és feltételhez kötöttség élményével járjuk az utat, vagy egy olyan élménye, hogy most is sikerült meghaladni a karmámat, most is sikerült jobban látni, most is sikerült egy év válni a pillanattal, és segíteni legalább egy macskának, egy kutyának, vagy kockázatvállalás esetén egy másik embernek. Kinek van kérdése? Amióta elköltöztem otthonról, folyamatosan azt tapasztalom, vagy nem folyamatosan, hanem ö, ugye időről időre, hogy felveszem velük a kapcsolatot, hogy nagyon-nagyon-nagyon azt szeretnék, hogyha hazamennék. És akárhogyan próbáltam, meg el is magyaráztam nekik mindent, hogy miért és hol vagyok, de nem sikerült megoldanom ezt a helyzetet. És úgy veszem észre, hogy egyfajta függés alakult ki, és ezt, ezt nem tudom, hogy hogyan lehetne feloldani. Kérdezd meg, hogy miért szeretnék, hogy te hazaköltözz. Azt fogják mondani, hogy kisfiam hiányzol. És mondd azt, amit érzel. Ha úgy érzed, hogy ők is hiányoznak, akkor ezt viszont az. Vagy, hát lenne ám munka, ha azt mondod, hogy édeskedves szüleim, mondjuk ők hiányolnak. Látogassatok meg ott, ahol én vagyok. Akkor milyen választ kapsz? Nem, 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 nem. nem. Te gyere haza. Mi oda nem megyünk, mi azt nem ismerjük. Akkor visszakérdezett, hogy tényleg hiányzom? Vagy csak azt akarod, hogy hazamenjek? És akkor egy kicsikét az összetartozás és az önzés az elkezd elkülönülni. Tehát a megkülönböztető bölcsességgel és az odaforduló együttérzéssel tessék tovább kérdezni, és már ekkor látják, hogy hűha, hun tanulta a gyereke. Mert éppen nem mond rosszat, csak nem szeretem, amit mond. Éppen igaza is lehet, csak kellemetlen. Tehát nekem ez apámmal két és fél évig zajlott, úgyhogy én otthon laktam. Nem volt itt ilyen kóreai tetős templom itt a Pilisben. Két és fél éven keresztül, minden hétfő este fél tíz és tíz között, mert már akkor is eléggé megjósolható életet éltem. Hazakerülök, ő nappali per hálószobáján ment át az utam a saját szobámba, és mindig megkérdezték. Fiam, mit csinálsz te ott fönt a zenben? És hát ugye, apám nyugodjon békében, ő volt az, aki az eleje a névjegyének itt, hogy prof, doktor, utána jött azt, hogy Virág Szabolcs, de pedig az MD, DSC, DFIL, tehát így nem fért ki. Tehát komolyan mondom, hogy a 90 mm közepes betűméretel nem volt elég ahhoz az okossághoz, ami tényleg az emberben benne volt, amért hálás vagyok, mert azért valami csak látszik belőle, ha nem úgy, ahogy ő szeretné, az már az én utam. Viszont semmi, ami vallásos, transzcendens, hitbéli, nemevilági, nem, -e nem tudományos, az nem ment át. De annyira nem ment át, hogy minden hétfőn vitatkoztunk ha más nem, kedden este vitatkoztunk, de mivel hétfőn egy darabig nem volt adás, ugye ezért volt idő beszélgetni. Most próbáld meg a 600 csatornával. És két és fél év után megéreztem valamit, amit csak később tudatosítottam, és azt mondtam neki, hogy apa, annyit vitatkoztunk az erről, én ma este ezt nem szeretném, csak arra kérlek, ha azt látod, hogy hibázom, szólj. Azóta nem szólt. Miért? Mert nézd meg, minden apának, mint családfő, a család mentális irányvétele, erkölcsi, etikai tartása, hol tanul a gyerek, hogy viselkedik a gyerek. Ez a teljes kör, ez a mentális alapvetés és irány szabás. Amikor én elkezdtem zennel foglalkozni, joggal érezhette úgy, hogy ez kikerült az ő kezéből. És két és fél év után ösztönösen visszahelyeztem őt az apai pozícióba, és így helyreállt benne a rend. És ez egész addig tartott, amíg 1997-ben ki nem jöttek Koreába, innen is azért a gesztus, ők megtették ezt. És találkoztak a mesterrel. És beszélgettek Szumszánzen mesterrel fél órát, úgyhogy anyám hallgatott, apám beszélgetett, közvetlenül angolul. Kijönnek a szobába, apám azt mondja, te jól tud vitatkozni a te mestered. Anyám, aki végignézte az egészet, egy szót nem szólt, csak így, így nézett, és így örült, hogy, hogy én is, hogy a darma és a karma egy szobában van és harmonizál. Azt mondta a végén, de együttérző a te tanítód. És mondom, édes anyám, tartsd meg ezt a tapasztalatot. Meg is tartottam mai napig. Ugye azért érdekesem ez, mert ha tényleg szereted a szüleidet, per hozzátartozókat, akkor nem leválasztódunk róluk hanem a praxisunk által elkezdjük tisztítani a családi karmát. Még ez is nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni úgy, hogy érzik, hogy a szeretet kapcsolat nem szűnik meg. Te nem elbantukoltál valami nagyon furcsa helyre, hanem járod az utadat, a szeretet kapcsolat megmarad, és a belátás függvényében tudsz újat mutatni, tudsz új emberként viselkedni, és innentől kezdve az együttérzés és megkülönböztető bölcsesség párosával tessék a családi, vagy esetleg párkapcsolati karma felé fordulni, nem tudunk semmit jobban, ez nem az az iskola, ahol mi elkezdünk jobban tudni. Az, amit látunk, az magunk és mások hasznára egyaránt válik, és együttérző szeretettel és nem dualisztikus bölcsességgel fordulunk a kitüntetett szeretett kapcsolatok felé, Azért, hogy azok megtisztuljanak, és szeretett kapcsolatként tudjanak tovább működni, de nem azzal a karmikus teherrel, ami miatt a gyerekek többsége nagyon hamar el akar menni otthonról. Ugyan nem tud, mert egy albérletet nem tud kifizetni. De az otthoni konfliktusok többsége mutatja, hogy a karma és a szeretet kapcsolat bizony kénytelen együtt létezni. És a jó hír az, hogy a karmát le lehet pucolni, és ezáltal a szeretet kapcsolat még jobban tud működni. Ha innen nézed, előbb-utóbb rájön a család oda haza, hogy te valami nagyon jót csinálsz. Majd egyszer hazamész. Meg aztán talán meglátogatjuk. Nincs az, hogy én járom az én utamat, és ti pedig maradtok a szamszárában. Jó? Ilyen nincs. Egyéb kérdés? Édesanyámmal való kapcsolatomról szeretnék kérdezni. Röviden annyi, hogy nem igazán jövünk ki jól egymással, olyan értelemben, hogy ő nem nagyon ismer engem, én sem nagyon ismerem őt így személyesebben. Mindig csak a felületes dolgokról beszélgettünk igazán. Életemben egyszer mondhatom azt, hogy komolyan beszélgettem vele. Megkérdeztem tőle, hogy vajon miért van ez ő szerinte, hogy nem olyan jól jövünk ki egymással, és nem is nagyon ismerjük egymást igazán. És neki erre az volt a válasza, ő keresztény, hogy ő, mivel nem Istennek tetsző módon jöttem létre a világra, tehát nem házasságban, ezért szerinte ez a hátulütője. És én, őn, engem nagyon érdekelne, hogy vajon mégis mi lehet ennek a tényleges oka. Én ezt a választ kaptam, és azt szeretném kérdezni, hogy vajon ezzel én most tudok -e valamit tenni hogyha ő így gondolja. Hát te kezedbe adta az aduászt ezzel a mondattal. Tehát ha ezt nagyon szépen használod, ezt a tényt, ami az ő látásmódja szerint, hogy nem Istennek tetsző módon jöttél létre, akkor valami módon vissza kellene kérdezni, hogy de ugye, édes jó anyám, neked ebben valami részed csak volt. Üljünk le, és nézzük meg, hogy hogyan jöttem én létre, nem Istennek tetsző módon, mondd el nekem, légy Enged hogy elmondja, ha kell, órák hosszat. Hallgassd meg. Tehát a meghallgatás és ráfigyelés az együttérzésnek az első és legfontosabb ismérve. És utána valahogy meg kell kérdezni, hogy ne törd a szívét, de vedd ki a birtokló, enyhe, anyai egot belőle, hogy mindez az én születésem előtt, vagy éppen a fogantatásomkor történt, ugye? És kénytelen azt mondani, hogy igen. Akkor édesanyám, miért engem büntetsz a saját hibáddal? Sírni fog. És akkor meg kell ölelni. Oké? Okay? És hogyha ez már kellően nyitja, akkor azt kéne mondani, hogy csak egymásnak tudunk megbocsátani. Máshol ezt nem kapod meg. Kérlek, bocsáss meg magadnak, és akkor én meg tudok bocsátani neked is, mert el fogod fogadni. Ne valahol keresd a megbocsátást és a feloldozást, mert nem fogod megkapni. Csak egymásnak tudjuk megadni. Jó? Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni, hogy azt mondtad egyszer, hogy annyiban tudjuk a másik embert megismerni, amennyiben önmagunkat ismerjük, és annyira tudjuk tisztán látni, amennyire önmagunkat látjuk tisztán honnan tudhatjuk, hogy ez valódi tisztánlátás, nem pedig az önmagunkban felfedezett tulajdonságok projekciója. Mondok egy példát. Felfedezed, hogy te nagyon sokszor mondjuk fehér hazugságokkal, tehát te egy kis jóindulatú duális kijelentésekkel élsz azért, hogy mondjuk kíméld a másik felet a teljes igazságtól. És ekkor ez a hazugságindex nem lépít túl azt, hogy azonnyomban ártó és rögtön a valósággal szembe menő dolog, de azért nincs az a csavar kellően meghúzva. Tehát ott ez egy kis lötyögés van a valóság és a szóbeliség között. És akkor egyszer ebből neked eleged lesz, és azt mondod, hogy hát együttérzem bár, de én igazabbat szeretnék szólni. És úgy döntesz, hogy ez így is lesz. És elkezded a valóság, az általad élt valóság és a szóbeliség közötti rés szépen csökkenteni. És a következő lesz a döbbenetes tapasztalás: rájössz, hogy eddig mennyien hazudtak neked, és nem vetted észre. Mert magadnak is megengedted. És mihely te belül következetesebb vagy, azon nyomban a világnak a következetlenségét, esetleges hazugságát jobban észre fogod venni mert a tükörnek az a pontja elkezd letisztulni. Ahol te engedted, hogy az a kis folt rajta legyen, ott a valóságot nem láttad tisztán, mert te úgy döntöttél, hogy hát ez eddig megengedett. Ez így rendben van. De ha magadnak megengeded, akkor mástól se fogod látni. És hogyha magadnak nem engeded meg, akkor mástól egy idő után látni fogod. És ha tapasztalok magamban valamit, amit magamnak már nem engedek meg, és Kívülről ezt tapasztalom, akkor egy emberi kapcsolat szintjén ezzel mit tudok tenni? Nagyon sokat. Nézd meg, hogy ez a kapcsolat mennyire fontos neked. Felvehetsz egy távolságot akkor, ha az az ember nem értékes számodra. És elkezdhettek dolgozni a problémán, hogyha az az ember értékes számodra, és ezt a kapcsolatot meg akarod tartani. Tehát például egy csoportkarma, mint munkahely, vagy üzlettárs, ezek ilyen nagyon laza, de mondjuk egy munkahelyen lehet szorosabb is, és akkor te dönthetsz úgy, hogy te vagy munkahelyet váltasz, vagy nem szerződsz az adott partnerrel többet, vagy pedig megpróbálsz a környezetedre olyan hatást gyakorolni, hogy mondjuk segítesz nekik a hibát kiavítani, mert biztos, hogy szenvednek tőle, még akkor is, ha nem látják. De itt nem misszionáriusként kell tevékenykedni, hanem mondjuk odafordulni, és azt mondja, hogy figyelj Józsikám, most 20-szor késtél el, ugye? Ez neked is rossz, nekem is rossz. 20 perccel kevesebbet fogsz dolgozni, az egész munkahely szenved. Nem megyek el a főnökhöz, ne von meg a bizalmadat, én ezt veled szeretném megbeszélni, én is késtem. De két hónapja nem kések, mert úgy döntöttem, hogy jobb az neked is, hogyha én is itt vagyok, meg, meg mindenkinek. És ezzel így szépen nyugodtan el lehet bontani azt a falat, amit például az illető, és nagyon sokan itt a Kárpát-medencében, úgy érzünk, hogy ha, pár perc késés nem számít. Aztán kiderül, hogy az időtisztelete az egymás tisztelete. És valójában egyetlen egy van ebben a világban az, hogyha a pillanatot helyesen éljük. Ha állandóan késünk, mindig lemaradunk a pillanatról. És az, hogy egymást például a pontosságra szoktatjuk, az egy elképesztő nagy karmikus transformáció. És ez egy nagyon objektív dolog, még nem is beszéltünk az érzelmi és gondolati hánytorgásokról, a félreértésekről, az együttérzés hiányáról, stb. Tehát nagyon sok a munka ez ügyben. Döntsd el, ha fontos, tégy bele energiát, ha nem, lépj hátra és találj egy másikat. Köszönöm. Szívesen. Én már készültem egy kérdéssel, de előtt az egy más dolgot kell mondanom. Tehát amikor így meghallottam ezt a koant, amiről itt szó volt az elején, most én ezzel elakadtam, és akkor itt örültem, hogy majd a megoldáshoz közelebb jutok, de hát most úgy érzem, hogy olyan távol vagyok tőle, mint korábban. Akár tartatott volna tovább is a darma beszéd, de úgy látszik bennem kevés az ilyen buta természet, mert nem igen tudtam kihámozni. Laci, jó hírem van. Megoldást. Nem, a darma beszéd alatt kell megoldanod a koan. Igen. Úgyhogy én kérlek, hogy, hogy lazítsd el azt a csomót, amit a szívcsakra táján még az avatatlan is látnálad. nálad. Tehát azt a fajta aggodalmat, hogy ma tökéletlenül megyek haza. de hidd el, hogy ez rendben van. Igen, igyekszem. És akkor a kérdés, ami, ami igazából egy interjú kötetbe olvastam egy, egy indiai uh, vallási vezetőtől, egy, egy gondolatot, és gondoltam, hogy ezt rögtön föl is fogom tenni, mihelyt alkalmaz ezt a kérdést, ő állításként fogalmazta meg. Tehát ő azt mondta, hogy a kinyilatkoztatott vallásoknak uh, sokkal nagyobb kell, hogy legyen az igazság tartalma, igaz, egyszerűen abból kifolyólag, hogy, ott a szentírásokban leírták a valóságot még, és akkor itt a buddhistákat konkrétan nevesíti. Ugye ők a tapasztalati úton, tehát nagyon fontos a tapasztalat, tapasztalaton keresik ezt, viszont az embereknek az érzékei tökéletlenek, következésképpen akkor tökéletlen érzékekkel csak tökéletlen tapasztalathoz lehet jutni. Tehát a kérdésem az volna, hogy a tökéletlen érzékekkel hogy lehet elérni a tökéletes tudást, ha el lehet. Nagyon örülök a kérdésnek, különösen azért, mert egy jogateremben teszed föl az indiai, eddig meg nem nevezett vallási vezető enyhe tökéletesség deficittől sebes kérdését. És amikor csak a Patanjali joga szútráit Vyasa kommentárjaival úgy előveszegetné az ember, hát ott már a jáma és niáma fölött a nyolcból a harmadik szinten már elindul a tapasztalás, mert hogyha a saját lélegzetét a pránajáma közben nem tapasztalja, akkor nem tudom, hogy mit tapasztal. Hogyha az ászanák gyakorlata közben mondjuk az öt kósának a rendeződését ilyen matrioska szerűen, hogy az energiatest, mentáltest, fizikai test, az így gyönyörűen harmonizálódik, ezt se kell leírni. És a kedvencem, amikor mondjuk a felső négyből eljut a gyánáig, az állítólag már nem is annyira gondolkodás, csak tapasztalat, és a szamádi mondjuk az énség Én azt szeretném javasolni ennek az ismeretlen indiai vallási vezetőnek, hogy a saját advaita táján belül legyen szíves a moksa fogalmát kicsit megvizsgálni, és rájön, hogy az nem fogalmi. Na és hogyha. Halt. Gondoltam, hogy valami halotti beszéd lesz ez, mert. Ugyanis a halottak nem beszélnek vissza, és mara könnyű őket idézni. Úgyhogy nem találsz olyan tényleges megvalósulási utat, ahol a tapasztalás ne lenne a csúcson. Hogy ezt a buddhisták kezébe adja, én ezt nagyon köszönöm, de az átma brahman az tényleg nem születik. Úgyhogy tessék inkább tapasztalni, és nem gondolkodni, mert nem csak a taoisták mondták, hogy az út nem szóba fogható. Úgyhogy előre, kérem szépen. És utána, ha van tapasztalat, majd artikuláljuk, nem kell aggódni, az elmének is lesz munkája. De ha nincs tapasztalat, akkor szépen az üres, téves nézetek hiánytól szenvedő szárazmalmán őröljük a nézeteket, amelyeknek nincs valóság alapja, és ezeket tele vannak könyvtárak. Úgyhogy tessék szíves tapasztalni. Majd arról beszélünk. Egyébként nincs miért. Köszönöm. Szívesen. Nekem édesapám egy éves koromban kilépett az életünkből, mert úgy gondolta, hogy nem szeretne gyermeket, és. És ezt egy év után tette? Igen, igen, igen. Igen? Eleve nem szeretett volna többet, de hogy mindegy. <laughs> Addig gondolom gondolkozott rajta. <laughs> és hogy ugye úgy éltem az eddig életemet, hogy nem volt jelen fizikailag az életemben. Viszont az utóbbi öt évben az én szakmámból kifolyólag, meg egy nagyon erős indítatásból azzal foglalkoztam, hogy minél méltóbb lakhatási körülményeket biztosítsunk Magyarországon a pszichiátriai érintettek számára. És ez annyira mozgatott, hogy nagyon-nagyon sok energiát beletettem, nagyon sok munkát, és nem tudtam, hogy honnan jön ez a, a mozgató, míg ki nem derült másfél évvel ezelőtt, hogy az én apukám is érintett, mert megkerestem, és hát nem személyesen, mert nem akarta a kapcsolatot felvenni velem, de hogy tudtam, hogy hol van bejelentve, és az egy pont egy ilyen intézmény. Mm. És utána elgondolkoztam, hogy rengeteg ilyen emberrel találkoztam, az ő életük fejlesztés vagy javításával foglalkozom, és hogy a saját apukámat meg ugye nem ismerem konkrétan, és hogy hol az én felelősségem ebben, hogy, hogy törekedjek-e arra, hogy meg... Vagy, ezt a kapcsolatot ápoljuk, vagy valahogy ezt a családi karmát így oldom, vagy távolból, vagy nem tudom. Nézd meg belül, hogy te valójában mit szeretnél, uh -huh. és azt is, hogy ezt mennyire tudod kivitelezni. És a mit szeretnél, egy nagyon fájdalmas realizációja az, hogy a másik fél, jelen esetben apuka, mit viszonozna ebből? Én hiszek abban, hogy a karmák természetes módon tudnak találkozni és feloldódni, és hogyha egy minden erőltetés nélküli folyamatban találkozol vele, akkor az egy nagyon természetes valami lesz, tehát senkinek nem lesz ilyen hatalmas naplójegyzetszerű mondani valója, hanem csak kinyilhattok egymás felé. De ebben az esetben a családi karmát átvette a csoportkarma. Ugyanis nem mint apa jelenik meg számodra, hanem mint ápolt vagy lakhelyet kereső pszichiátriai érintett. És nem szörös szívűség őt először ilyen minőségében tudomásul venni. Mert most így találkoztok. És ezt kell először megélni, és ezen keresztül, ha ő keresi a lányát, akkor a lánya megtalálja az apját de hogyha még mindig elhárító mechanizmusok tömkelekével van szegényke tele, mert azért van itt ám bűntudat. Nem is kevés. Na most gondold el, hogy a részletek ismerete nélkül elég egyenes vonalat lehet húzni, a gyermek vállalása a t-1 év 9 hónap, a gyerek megszületése, elkezd remegni valami belül, egy évi vívódás, Utána egy év után kilép a családba, és ott hagyja a gyerekét per gyerekeit. És itt elvágódik a film, és a következő pár év utáni pillanat az, hogy te viszont látod őt a pszichiátriai érintettek lakhelyet keresők csoportjában. Hát azért az okés okay okozat az nem éppen kegyetlen, csak nagyon következetes. Hát gondold el, hogy hány döntést kellett hozni addig, amíg ilyen sorsra jutott. Tehát nagyon valószínű, hogy ilyen kőkemény, Komplexusok, bűntudat, esetleg addikció, stb. stb. ott van. Tehát te keresd meg az édesapádat ennek a karmának a közepében, csak ne várd azt, hogy ő megmeri látni a lányát. Szó volt arról, hogy milyen fontos a figyelem, és hogy a gyerekek esetében ez mennyire egyértelműen meg is nyilvánul. Én ezt minden nap tapasztalom két kisfiam részéről, ugyanakkor azt látom, hogy más gyerekeknek nincs. Feltétlenül ugyanakkor az szüksége a figyelemre, vagy nem nyilvánul meg annyira, mint az én gyerekeim esetében, mert sokszor azt érzem, hogy bármennyi figyelem is kevés lenne, vagy én nem tudok annyit adni, amennyi nekik kell. Nyilván az évek előre haladtával egy kicsit azért ez mérséklődik, vagy legalábbis nem ordítanak azonnal, de felmerül a kérdés, hogy mit, mitől függ ez, vagy mit lehet tenni, hogy érdemes ezt kezelni. Nézzük azért meg apuka szerepét ebben a képletben. Apukától mennyi figyelmet kapnak? Szerintem amennyi tőle telik, annyit kapnak. Tehát keveset ebből ez következik. Hát. itt anyuka és apuka figyelemhányadosát, nem, nem figyelem hányadosát, vagy figyelem arányát nem kellene kibesed. kicsikét közelebb hozni egymáshoz. Ugyanis az az érzésem, hogy nagyon sokszor az egyik szülő a másik helyet szeretné elvégezni a munkát, amely a mosás, vasalás, főzés esetén talán lehetséges, az apuka figyelmét az anyuka nem tudja pótolni semmi módon. De én úgy gondolom, hogy ez áttet, hogy, hogy tényleg sokat kapnak tőle, és hát amennyit otthon van, tényleg a gyerekekkel foglalkozunk, és a házi munka az meg az elalvás utánra tevődik, amit megosztunk egymással. Nagyon-nagyon jó feleség és anya vagy mert véded a család hírnevét. És a férjedet is. Egyetlen egy rossz szót nem vagy hajlandó szólni róla, és ez maradjon is így. Csak legyél megnézni, hogy az idő arány az hogyan alakul, mennyi időt tölt a gyerekekkel, és mennyi apuka, és ezt egyensúly felé kéne vinni. Most volt a sóhajban a válasz, a házi feladat. Azt szeretném kérdezni, hogyha az elengedés három lépését, a köszönöm, a sajnálom és az, az Isten veled a viszontlátásra, ezt egy megszakadt párkapcsolatra alkalmazzuk, akkor ezt hogy lehet ezt meditáció közben lehet gyakorolni? Ez lenne az első része a kérdésnek, a második meg, hogy mi, mi lenne a végeredmény, hogy egy ilyen ö, közömbösséget, vagy Nem. egy jobb rálátást. Egyrészt nem a szavaidat szeretném javítani, csak egy fogalmat vissza kell cserélni az eredetire. Én nagyon gondosan kerülöm a sajnálom kifejezést a bocsánat helyett, mert egyáltalán nem ugyanaz. Tehát a sajnálom az egy ilyen külsődleges dolog, lehet az is őszinte, de a bocsánat vagy a megbánás az nagyon belül van, és az nagyon-nagyon más. Az első a köszönöm, és a szívesen, utána a megbánás és megbocsátás. Ez oda-vissza így működik. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalat minden dualitását megoldottad. Tehát a nagyon jót is középre hoztad, és a nagyon rosszat is középre hoztad, és ennek a nyomán az Isten hozzád, ilyenkor nem a viszontlátásra, mert valljuk be, egy ideig nem akarjuk viszont látni, annyit dolgoztunk rajta, hogy ne legyen jelen az életünkben, hogy hagyja már abba. Tehát Isten hozzád, menjél. Most nincs viszontlátás egy darabig hogyha ez a három a helyén van, akkor te nem közömbös leszel, hanem szabad. És szépen lassan elkezd a szívnek az összes sebe behegedni, mert egy igazi szeretet kapcsolat, amely mondjuk párkapcsolatként működött nagyon-nagyon sokáig, hát ugye a szimbiózis az létrejön, hát ezt szeretnénk, az intimitás szimbiózist eredményez, testi, lelki, jó esetben szellemi szinten is. És a szabadságérzése néha ilyen kongó ürességgel kezdődik, és amikor energiával feltöltöd, akkor úgy érzed, hogy egy új lehetőséged van egy új kapcsolatra. Amíg ez nincs meg, valójában nem szabadultál meg. Valójában az emlékeidből élsz, és az emlékeid az álmaid rovására mennek. Honnan tudod? Nincs egy újabb kapcsolat képe a láthatáron, csak vágyak vannak. Tehát szeretnék valamit, de a valaki még nem jöhet be, mert nincs helye. És ezért kell kiüríteni ezt az előszobát, ami a szívhez való ajtó, mert hogyha nem üríted ki, hanem az emlékekkel, az árnyakkal, a szellemekkel van tele, addig valójában nem fér hozzád senki. Pedig nagyon ezt szeretnénk. Innentől kezdve nem közömbösség, nem üresség, hanem kiegyensúlyozottság és téresség. Ez így nagyon más. És akkor lehet újat. Előtte nem nem szabadult fel a helye? A közömbösséget azt vele kapcsolatban értettem, tehát nem így általánosságban. Egy az nagyon más. Hanem... A közömbösség az itt azt jelenti, hogy te véletlenül leültél egy teraszra kávét inni, és a macska kövön elment az exed. És hogyha tényleg közömbös, akkor tudod a nevét, de semmiféle nagyobb elme vagy érzelmi reakció nincs. Ugyanúgy látod, mint mindenki más, akit nem mert csak éppen tudod a nevét, és nem nyitott ki a múltnak a Pandora szelencejét. És akkor vagy közömbös. Vagy kiegyensúlyozott, vagy erős, ahogy tetszik. Én a kérdésekről szeretnék kérdezni. Veszélyes. Már nagyon okos. Mi lesz ez után? Mondjad. De nagyon egyszerűt. Tehát, hogy hogyan teszem fel ezeket a kérdéseket, és mikor? Így a mikrofonba bele, és a szemembe nézve, és most mehet tovább. Meditációkor. Tehát a Ó, mi hát ez ezt, és a mi a dolgomat. Hát vagy vagy. Tehát vagy ott vagyunk, hogy lényeg, akkor a mi ez kérdés. Hogyha tárgyas mi ez, akkor az az igazságra vonatkozik. Tehát látsz belőle egy nagyon-nagyon rúsnya karmát, és rákérdez, hogy mi ez? Mi ez a dinócska? Amikor jön. Hát csak akkor, hát előtte nem lehet, nem tudod, mi ezt az. Ezt akartam, tehát, hogy előtte teszem fel, és ami feljön, a, tehát hogy majd várom, hogy feljön valami, vagy közben. Nem dolgozolt te a logisztikai iparákban kicsit túl sokat? Nem. Örülök. Tehát kicsit túl szervezed a meditációt. Tehát a karma, mint ilyen raklappal bejövő rakomány, ezt nem kell így előre vonalkóddal, hogy most akkor a futásszolgálat már készhez vette, és kapod az SMS-t, tehát ezt így nem kell. Leülsz, és várod, hogy egy kicsikét nyugodtabb légy. Alkalmazod az adott meditációs módszert, amely most az egyszerűség kedvéért legyen a mi ez kérdés. Mint tudhatjátok, ennek két változata van. Van egy alanyi mi ez, amikor bármi történik, elengeded, és maradsz a kérdésnél, és van egy tárgyas, amikor megjelenik a karmád, nem tudjuk honnan, nem tudjuk mikor, de ha elég erős a tiszta tükör tudatod, akkor kibírod azt, hogy a karmádat úgy látod, ahogy van. És a kérdés tartja a távolságot, de a fókuszt is. Tehát feljött benned még egy elképesztő dű valakivel szemben, és egyszerűen nem érted, hogy most mitől vagyok dühös erre az emberre. Vagy ha ez egy részét tudod, akkor rájössz, hogy nem tudod az egészet. Tehát a motiváció nagy része okosan a tudatküszöb alatt elnyomva marad. És akkor rákérdezel a düre magára, hogy mi ez? Esetleg azt is, hogy honnan jön. És ekkor, ez az igazság meditáció, szépen kirajzolja magát az ok és okozat működése, hogy az a dű miből táplálkozik és mit táplál, honnan jön és hová megy, mi voltál előtte, mi leszel alatta és mi leszel később. És innentől kezdve a következő, amikor már tényleg nem erről van szó, az a működés meditáció, hogy mi a dolgom. Ezek nem keverhetők. Hát a mihez kérdéssel, hogyha minden lélegzetvétele szépen lágyan fölteszed úgy, hogy a testtartás és a lélegzettudatosság egyszerre megvan, és ezen ül a kérdés, mint jó lovas a lovon, a testtudatosság a mező, a ló az a lélegtudatosság, és a kérdés a lovas. És hogyha mind a három egyszerre megvan, akkor akármilyen karma nő ki a mezőből, nem lesz akadály a ló számára. Tehát tudsz haladni. Ami azt jelenti, hogy tudsz mozdulatlan lenni, tudsz jelen lenni. És akkor a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés egy idő után akadálytalan lesz. Tehát nem keverjük a mi ezt és a mi a dolgomat, mert akkor összekavarodunk. És a mi ez esetében elviseljük, hogy a tükör előtt elképesztő karmák mutatkoznak meg, és halál megvető bátossággal nem akarjuk megjavítani azt a karmát a kis szerszámkészletünkkel, mert valahol egy más pillanatban ugyanaz az elme teremtette a problémát, amely most meg akarja javítani. Úgyhogy ettől tartózkodunk. És mivel teremben vagyunk, az egyik alapmondatot ki kell mondani, joga, as, chita vritti, niroda. Tehát amikor az uralom egyenlő az elme tevékenységének a felfüggesztésével, ez ugyanaz, mint amikor zenben azt mondjuk, hogy gyere ide-vissza. A gondolkodás előtti tudathoz. Azért fontos ez, mert akárhonnan nézed, az a duális gépezet, amely bennünk az elképesztően éles ellentéteket legyártja, rávetíti a világra, azt várja, hogy a másik elhiggye és visszaigazolja, na azt a gépezetet kell éppen most a szentséges Niróda állapotába visszahozni. Ez a gondolkodás előtti tudat így magyarul. És ez a meditáció. Ezért van testtudatosság, lélektudatosság és egy nagyon világos jelenlét a pillanatban. Ez kell. Ha a kérdéssel, akkor úgy, ha a mantrával, akkor úgy, ha pedig csak a tér és a rezdülések, akusztikus vagy egyéb rezdülések fölfogásával, akkor meg úgy. Szívesen. Köszönöm. Van egy kisfiam, és nem élünk az apjával, és nem tudom, hogy hogyan viselkedjek az apjával. Csináltam a lépéseket, hogy próbáltam az ő kettejük közti kapcsolatot picit rontani, mert attól félek, hogy hogy rossz hatással lesz a kisfiamra. De tudom, hogy ez helytelen, csak nem tudom, hogy hogyan viszonyuljak úgy, hogy ne használjunk ki. Elmondod, hogy hogy próbáltad rontani ezt a kapcsolatot? Hát bíróságra adtam az ügyet, és a láthatóságát heti egy alkalomra. Javasoltam. Tehát szabályoztad Igen. így bírósági úton. A gyereknek minősítetted az apját? a gyerek felé minősítetted az apját? Nem, 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 nem. Hát akkor ezt továbbra is kerüljük el. Miért? Akármennyire is kívülről helytelennek látszik az, hogy az apa nem él együtt a családdal, és ez tényleg így is van, a gyereknek vele van karmája, mert hozzátok született. Hogy apuka ezt miért követte el, ő nincs itt, most nem a mi dolgunk. De az, hogy a gyereknek kapcsolat kell az apjával, az tagadhatatlan. Még akkor is, hogy ezt anyuka néha teljesen fájó szívvel nézi, de a gyereknek az apjára szüksége van. Kész. Anyai és apai energiára, tudati ráhatásra, jelenlétre, érzelmekre, gondolatokra, tettekre szüksége van. Ha ez heti egy, akkor apuka így járt. De a gyerek ne károsodjon emiatt. Meg kell adni neki. Még Köszönöm. akkor is, hogyha néha vérzik a szíved akkor most van nekem úgymond jogom befolyásolni ezt, vagy? Már befolyásoltad, most mondtad, hogy hogyan. De hogy a következőkbe, hogy javítsam, vagy? És ezt most tőlem kérdezed. Nem tudom. Nézd meg, hogy milyen hatással van a gyerekre az apja. Hát még nagyon kicsi. Akkor nagyon szükség van az apára. Most te, mint anya, védd a gyerekedet, és próbáld meg a család egységét föntartani. És hogyha te nagyon jól látod azt, hogy negatív hatással lenne az apa a gyerekre később, akkor elsősorban az apával kéne beszélni, és nem a gyereket levágni róla, mert akkor a gyerek fog sérülni. Alapvetően önuralmi problémák lesznek, szomatizálni fog betegségeket, és anyun fog bosszút állni azért, mert elvette tőle apukát. Ez kell? Ugye? Jó. Köszönöm. Szívesen. A haragról szeretnék kérdezni. Ha bennem keletkezik, azzal úgy érzem, hogy gyakorlok, tehát annak a meglátását és ezáltal a megszüntetését. De ha irányomba keletkezik, azzal nem tudom, hogy mit tudok tenni. Ítéletelkotás nélkül pedig végképp nem tudom, hogy mit tudok tenni. Mi történik akkor, hogyha egy csomagot nem veszel át a futártal? Visszaviszik. Hova? a feladóhoz. Ezzel a dammapadának az egyik legfontosabb versszakát elmondtad, tehát akiknek a karmáját te nem fogadod, az visszatér hozzájuk. Legyen ez harag vagy szeretet. Tehát ne állj a haragjának az útjába, hanem szépen enged, hogy ez körpályán visszamenjen ahhoz, aki küldte. És kész. Együttérzéssel? Az sok. Tehát nem szoktad könnyes szemmel a futának visszaadni. És... Ó, hát, hát értse meg, én ezt nem tudom most átvenni, tehát aláírnám, de mégse. Nem. Nem kézbesíthető, pont. Hát ilyenkor te ne akar együtt érezni, hát valaki éppen ki akar téged égetni valami haragvó érzelemmel, ezt nem kell fogadnod. Tovább. Majd szépen bumeránként visszatér az illetőz, Ugye az elején beszéltünk a figyelemről, ilyenkor, ha te figyelemmel jutalmazod a negatív érzelmet, már hozzá is tettél, és elérte az illető részben a célját. Ha reagálsz is, akkor aztán tényleg diadalt aratott. Sőt, ha te haragszol azért, mert ő haragszik, akkor teljesen, abszolút te elérte, amit akart. Tehát maradjak csöndbe. Akár, vagy, vagy ne légy. Szobán belül. Uh -huh. Igen, 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 pontosan. Maradj csöndben, és nézd meg, hogy a tekintet kapcsolattal mi lesz. Tehát ilyenkor a tekintet kapcsolat az, amikor mer a szemedbe nézni, vagy sem. Tehát a legerősebb dolog az, hogyha valaki üvölt veled, és te nyugodtan nézed, és átmegy rajtad, mint a tér. Teljesen. És innentől kezdve te voltál az erősebb. A te tudatod nem mozdult a te tudatod nem haragudott, de az övé tajtékzik, átkozódik, és egyleg fenyeget. És te nézed, és figyeled. És amikor befejezte, akkor kell egy lezáró mozdulat, nagyon vigyázz, hogy ez ne egy újrakezdő mozdulat legyen, és a lezáró mozdulattal ő rájön, hogy vesztett. Neked ne legyen az, hogy te nyertél, te megoldottad a helyzetet, és kész. De az, akinek a haragját nem fogadtad, és nem reagáltad le, de mégis jelen voltál, az gyakorlatilag porba fogja vinni saját magát, mert egy idő után nem lesz figyelem. És amikor vége, a lezáró mozdulat meg volt, akkor mehetsz ki. Köszönöm. Szívesen. Az előbb kérdezőnek volt egy részkérdés, hogy ha magamra haragszom, akkor mi a teendő? Tehát Hát akkor kell nagyon nem tenni semmit. Te. Akkor annyira nem szabad semmit se tenni, mert minden vagy kirepül a kezedből, vagy máshoz vágtad hozzá. Tehát valami, ami benned elképesztően rossz helyre vinne, azt le kell választani. És az első az, hogy meglátod, hogy haragszol. És ilyenkor például gyorsan együttérzés mantrára rágyújtani, mert ez tényleg olyan, mint amikor a tűzoltó kijön, és azt mondja, jó, akkor két fecskendő, is így kvanszemból száll két oldalra. Tehát leöntjük a haragot egy kis együttérzéssel, rögtön, reflexzerűen. Amikor már kicsikét megnyugodtunk, akkor rá lehet kérdezni, hogy mi ez, honnan jön. Lehet, hogy még több lesz, de nem a kifolyó vízzel, vagy a vízeséssel foglalkozunk, hanem a forrással. És nézd meg, hogy vagy egy nagyon egyszerű, régóta hordozott megoldatlanság van, vagy pedig hirtelen egy szikra lángra lobbantott egy csomó minden egyebet. Összerakódott egy kritikus tömeg, és egy elképesztő negatív reakció vagy önreflexió lett belőle, le kell választódni a karmáról. És a következő, amikor megláttad a gyökerét, akkor tudod meghaladni. És ez nem regresszió. Az a gyökér az itt van a múltban, csak annyira erős a kisugázása, a haragnak az áramlása, hogy nem látod. Ehhez kell elképesztően erős belső jelenlét és egy belső tudati tér, hogy ezt te ne önsd a világra. Ne rombold le a kapcsolataidat ezzel, és magadat se. Ha elfolytod, beteg leszel. Ha kiéled, másoknak ártasz. Tehát lásd, ne fuss el előle. És hogyha látod, előbb-utóbb megmutatja a forrását, és valami elképesztően egyszerű valami, ami hosszú ideje megoldatlan, egyik verzió, vagy pedig egy csomó részlet, csomó látszólag alig egymáshoz tartozó dolog, és volt egy szikra, ami begyújtotta az egészet. És akkor megszűnsz ítélni magad fölött. Ha ezt látod, az okozatiságot látva, a hibát javíthatod, és akkor az ítélet megszűnik. És akkor a harag forrása is megszűnik. Hát mit akarsz valójában eltörölni? A harag az elképesztően pusztító tud lenni. Hol volt az a gyűlölet, amely a dű pillanatában haraggá vált, agresszióvá vált? És akkor meglátod a karmát, amelyikből keletkezett. A butának volt egy ilyen hasonlata, hogy az én élménye olyan, mint amikor tábortüzet raksz. Nagyon sok fát nagyon közel raksz egymásra, hatalmas a lángja. Egy kicsikét szélebb húzod a fát, akkor egy kicsit kisebb a lángja. És hogyha nem rakod össze ezeket, akkor nincs tűz. Szoktam én is használni ezt a technikát, hogy szépen mosolygok meg minden a vitatkozásnál, és akkor mindig azt kapom meg, hogy mert téged nem érdekel semmi. ez hogyan lehet kivédeni? Mert az a baj, hogy ez így gerjeszti tovább a problémát. Rögtön bele kell kapaszkodni a pillanat közvetlen tapasztalatába. Tehát amikor te mosolyogsz, és valaki azt mondja, hogy mert téged nem érdekel semmi, akkor te visszakérdezhetsz, hogy igen ám, de a mosolyom az érdekel téged, ugye? Tudod utánam csinálni? Tehát tessék megfordítani a helyzetet, és valahogy kijönni ebből az elképesztő érzelmi kátyúból, mert aki vitatkozni akar veled, az valójában nem éri el a célját, még hogyha neki van igaz, akkor sem. Igen? Azt hangzott el, ugye, hogy az elengedés, a, hogy lehet ezt lépcsőzetesen megtenni. Mondtad is, hogy ha ez nincs meg, akkor nem lehet egy új kapcsolatot építeni. És én pont egy lehet, ég... csak nagyon-nagyon nehezen, és mindig benne lesz a hiba lehetőség, mert nem adta át teljesen a teret az előzőnek az emléke, a teljesen úgy bejövőnek. Hát, ugye új bor, új hordókba kérem szépen ez. Igen, és én nekem az egész bevezetés, amit mondtál, így a a idején. elején eléggé haj az, az, én jelenleg élethelyzetemre. kapcsolatépítés nagyon nehéz szerintem a mai világban. Én három és fél éve szakítottam, én úgy érzem, hogy letettem azt a történetet, úgyhogy az én részem úgy gondolom, hogy az teljesen rendben van. Most egy hónap ismerkedek egy lányal, aki nagyon fontos lett nekem. Ő azt gondolja, hogy ő is letette a hátizsákat, Én úgy, úgy érzem, meg hát kiderült, hogy nem. És hogy mi az a pont, mi az én felelősségem abban, hogy azt észrevegyem, hogy ennek van -e értelme így csinálni, vagy, vagy tudok-e neki egy segítséget nyújtani abban, hogy, hogy letegye, hogy elengedje az előző dolgait, elég problémás életkörülmények, stb. vannak mögötte, de túl fontosnak érzem ahhoz, hogy én ezt így elengedjem, mert... Nagyon jó. Segíteni szeretnék neki, csak mi az a, tényleg, hogy láthatom meg azt, hogy érdemese vagy, vagy már teljesen ha tényleg szereted, akkor félreteszed azt, hogy érdemese vagy sem. Hanem azt látod, hogy az eddig eltelt idő alatt te kivé váltál ebben a kapcsolatban, még hogyha csak egy kicsi változás van akkor is, és ő melletted kivé válik. Ezt az irányt már lehet látni, már egy pár hét után lehet látni. És innentől kezdve az a kérdés, hogy a szerelemnek a tüze elég erőse ahhoz, hogy a múltnak a salakját leégesse. Tehát, ha te jobban tudod szeretni őt, mint bárki más eddig, akkor te leszel az alfa az életében, és minden mást hátrahagy. De hogyha latolgatunk, az nem jelenti azt, hogy ne építsünk valami normális életstratégiát, de ha latolgatunk, hogy érdemese vagy sem, akkor pontosan azt érzi, hogy kétségeid vannak, és ebbe a kétségbe bele tud zuhanni az egész. Ne zuhanjon hanem tényleg azzal a fantasztikus dologgal, amit úgy hívunk, hogy feltétel nélküli szeretet, azzal kell úgy elárasztani, hogy mindent lemosson róla. És ezt lehet. Csak iszonyatosan kell hinni abban, hogy ő a párod. És ha ebben nem tudsz hinni, akkor nem fogod tudni lemosni a múltnak az összes salakját, mert ehhez a szerelem tüze és a szeretet fénye egyszerre kell. És akkor hinni fog benned, jobban fog benned hinni, mint bárki másban a korábbi kapcsolatai közül. Ez nem azt jelenti, hogy te vakuljál meg. Nem. Ez azt jelenti, hogy lásd, de ne a múlt karmájára alapozz. Tehát nyitott szemmel, de erős szívvel és rendkívül odaadóan, és akkor előbb-utóbb ez elkezd visszafordulni. Hetek óta ezt kapja, szóval el... Hetek, miről beszélünk? Hónapok, évek. Majd akkor legközelebb is kérdezzé, jó? Jó, jó? jó, Helyes. Egyéb kérdés. A meditációban az üresség tapasztalata, ahol hosszabb, hol rövidebb ideig tart, de úgy érzem, hogy mindig megszakítja ennek az üresség tapasztalatának a konstatálása. Ennek a Hát most ez van, és ugye akkor már alapvetően nincs. Rájössz, hogy, hogy a lovon ülsz, le is esel róla. Pontosan. pontosan. Úristen, ló! Pff, már ott vagy. Van, hogy ez kicsit talán tovább tart, van, hogy kevésbé. Hogyan lehet ezen dolgozni, hogy ez a ló megmaradjon úgy ott, ahol van, és ne akarjon menni sehova. Milyen színű a bot? Barna. Ez tiszta tudat volt, vagy sem? És még? Barna. Akkor rajta maradtál a lóban. Ügyes vagy. Tehát mihelyt az állapotot minősíted, saját magadat röpíted ki a lónak a nyergéből, és utána a ló elmegy, ez a pillanat tisztasága, te pedig a nagyon-nagyon kemény, konceptuális valóság földjére leesel. És a fogalmak szép göröngyök között ottan te De nem csak te, mindenki. Hát ez a, jaj, de jót meditáltam. Mi történt? Már nincs is meg. Tehát az a legnagyobb dolog, hogy a tiszta tudat elérésére nem reflektálni. Ez nagyon-nagyon komoly, ez annyira súlyos, hogy a zenben az, hogy ha találkozol a buthával, öld meg. Ez ennyire súlyos. Ez a buddha kép, tudod. Én egy virág vagyok. Írta Tropauer Hümér. Tehát ez a reflexiónak a teljes tarthatatlansága, hogy én egy buddha vagyok. Írta az énem, amely ennek az útjában áll. Döbbenet. Nagyon fontos, hogy amikor te elkezdesz gondolkodni erről, akkor vége van. Tehát maradj meg abban, hogy az ékék és a fű zöld. És kész. És akkor nem minősítetted magad, és akkor nem budhítjuk meg a valóságot. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Annan tudom, hogy mikor vetitek ki, és mikor látok tisztán. Nem tudom. Mondj nekem egy kivetítést. Nem tudom. Akkor esélyes, hogy tisztán látsz. Mondja egy tisztán látó mondatot. Túlbecsültelek? Mondj egy tisztán látó mondatot. Nem rossz, nem rossz. Tisztán halló mondatot már hallottam. <laughs> Felteszem a kérdést nem csak neked, másnak is. Mindenkinek. Mi ez? Ó, gyönyörű. Mindenki rajta ül a lovon. Nagyon jó. Nem magas lovon, ez nagyon jó. De ott vagy a lovon. Egyéb kérdés? Nagyon sokszor tapasztalom az utóbbi időben, hogy egyre több mindenben kételkedek a gondolataimban, vagy akármiben. És azt veszem észre, hogy már a kételkedésben is kételkedem. Nagyon Aztán jó. Tovább, tovább, és sokszor azt érzem, hogy ez már, már sok, hogy nem bírok megállni, hogy hogyan tudom érzékelni, hogy mikor elég, vagy hogy mikor van az, amikor már nem kell tovább kételkednem. Abban kételkedsz, hogy ez sok? Nagyon jó, ezt a nem tudhatót, ezt tartsd meg. Hirtelen most megállt a kételkedés is, meg az állítgatás is. Hirtelen nem gondolkodtál. Ez egy szentséges pillanat, ezt őrizd meg, légy szíves. A sok-sok kicsi kétség helyett kell az egyetlen nagy kérdés. A nagy kérdés az nem kétség. A nagy kérdés visszahoz az egységbe. Ezért mondjuk, a tízezer darma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem elme, nem butha, Akkor mi? A tízezer kérdés visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem alany, nem állítmány. Akkor mi? Most gondolkodsz. Ne gondolkodj. Oké? Okay. Köszönöm őszintén remélem, hogy mindannyian megtaláljuk az utunkat, amely a megfelelő irányban vezet, hogy visszatérünk a konceptuális gondolkodás elé, és ezáltal a karmán kötöttségeit le tudjuk vetni. Remélem, hogy a praxisunk által látjuk, hogy magunk teremtjük a világot egymásnak, és nem csak magunknak, és hogy a gondolkodás, azaz dualitások előtti, az egoitást nem megteremtő állapot, az áldás az tisztaság, az a szenvedéstől való megszabadulás felé vezet. Kívánom azt, hogy minél többet gyakoroljunk együtt, megköszönöm vendéglátóinknak a vendégszerető lehetőséget, és szeretettel várunk mindenkit templomunkban, illetve a győri szangában és egyéb gyakorló helyeinken. Egyaránt, hogy amit most te a valóságban lehetőségnek gondolsz, az tapasztalattá váljon. Köszönöm a figyelmet.